Az egyik streamben megkérdeztétek tőlem, hogy hogyan mászom fel az ágyba, és ugye ez mindenkinek tök alapvető, nekem nem. Mert hogy magas ágyat rendeltünk, azt hittük, hogy vagányak vagyunk, aztán kiderült, hogy nem. De megoldottuk ezt is, mert a nővéremnek a párja segítségünkre volt, és milyen fura, ő egy asztalos. Úgyhogy fabrikált nekünk egy olyan eszközt, ami jó az ágyhoz, fel tudok mászni, és hasonló a mérete ahhoz, amit láttatok a WC mellett. Most meg is mutatom, hogy is szokott kinézni az, amikor befejezem a streamet, és utána még el vagyok, és utána lemászom, és lefekszem. Úgyhogy szívem, de nagyon odavágom a vasszal, én már, hogy a párom felébredjen. Közben megy a mosógép, úgyhogy elnézést a háttérzeiért, de ruha kell minden napra. Így szoktam, behúzom az ajtót. Hogyha esetlegesen írnának a Facebookon, vagy bármiféle üzenet érkezni, akkor ne. Itt a mi kis ágyacskány. Ugye látjátok, hogy jó magas. Tehát így nem tudok fölmászni rá, de ez az eszköz, ez a lépcső, ez pont jó arra, mert szabik a fölmenjen. Annyi vele a bökkenő, hogy a, hogy is fogalmazza, a testem tapadását kell kihasználom a fölmászáshoz, ugyanis ha nem tudok jól rá úgymond tapadni, akkor elcsúszik alapból. Most nem mutattam meg, hogy hogy történik ez a dolog, de maga a felmászás az úgy zajlik, hogy most cicit villantok, nem éne. Ezt föl szoktam húzni minden egyes alkalommal, és akkor látjátok, van csupasz felület. Már is van tapadás. Ezt majd úgy fogjuk megoldani valószínűleg, hogy szőnyeggel. Így. Amikor nagyon meleg van, egyébként le szoktam menni a fölsőt. Teljesen. Mert minek az? Na, úgyhogy most már tudjátok azt, hogy hogy zajlik ez nálam. Ilyenkor elvágódok. És alszom. Reggelente fölkelek. Így szoktam így. Általában így alszom, így lelógatva félig magamat. Minden egyes alkalommal, amikor elhatározom, hogy így fogok aludni, így átfut a gondolat a fejembe, hogy mi van akkor, hogyha én innen lecsúszok. Bármi megesett. Hát, kicsit nem esnék, nagyot se. Szóval a reggel az úgy néz ki, hogy Szabika föl kell, és lecsúszik. A gravitáció megold mindent. Ezt meg majd a párom. Na, köszönöm a figyelmet. Hogyha esetleg van véleményetek, akkor írjátok le, illetve egyéb ötletetek arra, hogy hogy lehetne csúszásmentesíteni ezt a lépcsőt. Nyilván most nehezebb ezt az egészet kivitelezni, mert nem lehet elmenni vásárolni a mostani egészségügyi helyzetek miatt. Legfeljebb rendelek internetről, de akkor azt úgy, hogy utána lefertőtlenítés, bla bla bla. Ha tetszett, nyomjátok meg a lájkot, ha nem, akkor dislike nyilván. És tényleg véleményt, illetve ötletet várok. Köszönöm a figyelmet, még egyszer vigyázzatok magatokra, tartsátok rendben magatokat, vigyázzatok az időseitekre, meg mindenkire, és maradjunk egészségesek.
Sziasztok!